Jakab Péter következik. Köszönöm a szót, képviselőtársak, amit önök művelnek, az egyszerre mester és egyszerre tragikus. Mert el kell ismerni mesteri, hogy önök 12 éve úgy képesek hatalmon maradni, hogy közben az ég egyet a világon semmilyen érdemi kormányzati teljesítmény nem tettek le az asztalra. Hát mondjuk ki, az egészségügy, az oktatásügy romokban, a közlekedés, a közbiztonság katasztrofális, az árak elszabadultak, az infláció szintén, az emberek egyre szegényebbek. Önök az elmúlt 12 évben annyit értek el temérdek uniós forrással, hogy mi magyarok lettünk az Európai Unió második legszegényebb nemzete. Már ne haragudjanak, hogy ezt mondom, képviselőtársa, de ennyit akkor is elért volna ez az ország, ha nem vezeti senki. Ehelyett megkaptuk a nyakunkba önöket, megkaptuk a nyakunkba a halom minisztert, meg államtitkárt, meg a pereputyot, ennyit értek el, semmit. És mégis önök lettek ennek az országnak az állampártya, képviselőtársa 12 év alatt. Tudják, hogy hol nyerték meg legnagyobb arányban a választást? Az ország egyik legszegényebb településén, Gadnán. 100%-ot kaptak, 100%-ot az ország legszegényebb településén, Csenyétén. Egy ember kivételével mindenki önökre szavazott. Képviselőtársa, tudják, hogy mennyi Csenyétén a havi átlagjövedelem? 36 000 forint. 36 000 forint, és mindenki önökre szavazott. Most is, 4 éve is, meg 8 éve is. Önök meg levonták a következtetést. Tartsd szegénységben a népet, és megnyered a választást. Tartsd szegénységben, fenyegesd meg azzal, hogy jönnek a migránsok, vagy nem tudom én, a melegorvosok átoperálni a gyerekedet, vagy csak örülj a havi 36 000 forintodnak, mert ha másra szavazol, még ennyi se lesz. És működik. Ahogy a mellékelt ábra mutatja, ezzel a módszerrel hatalmon lehet maradni. De képviselőtársak, megéri? Önök akkor, amikor beültek ide a parlamentbe, egyesek 32 évvel ezelőtt, ilyen Magyarországról álmodtak? Olyan Magyarországról álmodtak, ahol 32 évvel a rendszerváltás után egy fideszes szavazó annak is örül, ha kap havi 36 ezer forintot. A miniszterelnöknek a gumicsizmája kétszer ennyibe kerül, képviselőtársa. Olyan Magyarországról álmodtak, ahol a választási győzelemhez elég a népet szegénységbe tartani és folyamatosan fenyegetni? Angela Merkel 16 évig volt Németország kormányfője. 16 éven át megnyert minden választást, és tudják, nem azért, mert a választások előtt krumplit osztott Jürgennek, vagy mert fenyegette a közmunkásokat meg a polgármestereket, nem. Azért nyert meg minden egyes választást, mert az emberek elégedettek voltak. Úgy érezték, hogy jól élnek, hogy meg vannak becsülve, hogy a befizetett adóért cserébe minőségi egészségügyi ellátást kapnak, modern oktatást, minőségi munkáért minőségi fizetést, jó munkakörülményeket, kiszámítható jövőt, ahol nem csak dolgozni lehet látástól vakulásig, de ahol lehet élni és pihenni, nyaralni, mert van miből. Képviselőtársak, így is hatalmon lehet maradni 16 évig. Önök más utat választottak. Gadna és Csenyéte útját. A szegénység és a félelem útját. 3 millió magyar szavazott önökre, 3 millió magyar választotta önökkel együtt ezt az utat, de 10 millió fogja megfizetni az árát, már a hajlandó rá. Nekem nemrég épp a miskolci szomszédom mondta azt, hogy neki elég volt. Elköltözött Németországba 50 évesen. És amikor beszélgetek vele, és megkérdezem, hogy barátom, mit érzel akkor, amikor jössz hazafelé? Akkor tudják, nem azt mondja, hogy honvágyat, boldogságot, hanem azt, hogy gyomorgörcsöt. Neki az önök rendszere ezt jelenti. Gyomorgörcsöt, meg azt a felismerést, hogy 50 évesen jött rá arra, hogy lehetett volna így is élni. Nyugodtan, stressz nélkül, megfizetve, megbecsülve. Ő elment. De mi lesz azokkal, akik maradnak? Képviselőtársak, én elmondtam a választások előtt, valakinek meg kell fizetnie az elmúlt 12 év szabadrablásának az árát. Megmondtam, ha mi jövünk, a tolvajok fognak fizetni. Ha a tolvajok maradnak, akkor meg az emberek. Önök maradtak, a tolvajok maradtak hatalmon, ezért az embereknek kell fizetniük. Olyan megszorítás vár erre az országra, mint még soha. És lehet majd nyomatni a propagandát, képviselőtársak, ki lehet majd tenni az óriás plakátokat, hogy Magyarország előre megy? Csak abból az ember nem vesz kenyeret. Pénze meg lassan már nem lesz rá. Ezt az országot eddig is csak a brüsszeli pénz tartotta életben. Brüsszeli pénz nem lesz, éhes Mészáros Lőrinc meg igen. És előbb-utóbb a magyar ember bele fog rokkanni az önök etetésébe. Előbb-utóbb nem csak annak lesz elege önökből, aki elmegy innen, de annak is, aki marad. Előbb-utóbb a magyar embernek elege lesz a szegénységből, meg a gyomorgörcsből. Akkor mihez fognak kezdeni, képviselőtársak? Hogy fognak kimenni az emberek közé? Az utcai harcos, aki az óviba is golyóálló mellényt húz. Mi lesz önökkel, ha egyszer elfogy az emberek pénze, meg az emberek türelme? Hát önök már most félnek a saját népüktől, ezért fenyegetik a munkásokat, ezért fenyegetik a vállalkozókat, az oltásellenes ápolókat, a sztrájkoló pedagógusokat, és úgy ámblok mindenkit, aki kritizálni merészeli önöket. És a képviselőtársak, az a helyzet, hogy egy nemzetet a végtelenségig félelemben tartani nem lehet. 4 évig lehet, 8 évig, 12 évig lehet. Hogy 16 évig lehet-e, ki fog derülni. Az éhes ember ugyanis tudják, sok mindenre képes. Még arra is, hogy legyőzze a saját félelmét, és ha azt legyőzte, le fogja győzni önöket is. Képviselőtársak, előbb-utóbb minden rezsim véget ér. A kérdés csak az, hogy szépen vagy csúnyán. Önökön múlik, fizessenek meg a tolvajok, jó létet minden magyarnak, maradok a néppártyán.